Rengeteg telefon érkezett Frabato mestermágushoz, és úgy látszik, hogy mégiscsak nekem volt igazam abban, hogy nagyon sok olyan telefonáló volt, aki inkább a kétségbeesés miatt hívott téged, hogy hogyan tudja ezt megoldani. Egy érdekes probléma, amit úgy feszegettünk, akkor hívnak, amikor baj van. De mit csináljanak, mert egy gyertyagyújtás, meg lehet ilyen praktikákat csinálni, de nem érzi magáénak, rosszul kelt föl, rosszul volt az előző egy hete, két hete, nem működik, ott hagyta valaki, nem működik a párkapcsolat. Ilyenkor a 10 telefonából 8 asszonyt elment otthonról, hogy valami jobb energiát kapjon valahol máshol, amit elmegy egy plázával, valami emberek közé, és úgy fellendül. Az nagyon nem jó technika, mert igazából nem ő indul belülről, hanem felszed valami külső energiát. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a lakáson belül, amikor alszunk, ha nem vagyunk lelkileg rendben, lepakoljuk ezeket az energiákat, amit folyamatosan visszatöltünk, ugyanoda hazamegyünk, ugyanabban rossz energiájú lakásba. Először az otthonunkat, a lakást kell valamilyen pozitív irányú energiával átalakítani, és ha alszunk, ez automatikusan forog, rá lehet tenni ezeket a kisebb-nagyobb dolgokat, de ez akkor működik, ha mi rendben vagyunk. És ezt a pontot kell megtalálni. A töltőt rendbe kell rakni először. Így van. Nem mindegy, hogy töltöd magad. És otthon mivel tudjuk mondjuk megtisztítani a teret? Mert beszélgettünk ugye szerelmi praktikákról, mágiákról. A növények nagyon. A régi kínai ez a bambusz, ami szokott nagyon gyorsan nő, azt nagyon szeretik. Tehát Kína-Japán az nagyon alkalmazza, mindenféle növényre ez igaz, beszívja az energiát, és a negatív energiák rezgését csökkenti és kibocsátja, tehát igazából szűrő. Uh-huh. A feng shui szokott ez lenni, hogy hova rakod, mit tudom én, mit csinálsz vele, hogy neveled, de hát ezekkel ugyanúgy foglalkozni kell, ugyanúgy neked energiával, kölcsönbe vagytok, párhuzam vagytok a növényel, adsz neki valamit, és tisztítja a lakást, de a növény az a legegyszerűbb, amit tudsz alkalmazni. És ezek a gyertyák, ezek működnek? Működik a gyertya, de az már egy következő lépcsőfok. Tehát itt a színek nagyon számítanak, fehér, piros, zöld, mikor, mire gyújtod, és a prevenció az nagyon fontos. Általában az ember nem csinálja előre, mert ezt mindig egy havon tercet teleholtkor lehet, szoktátok látni ezt a piros karkötőt, ami ilyen rontáslevétel. Ez is úgy van, hogy havonta egyszer újra le kell tisztelni és föl kell tölteni bármit, akár egy gyűrűt, egy nyakláncot, bármit, amit használsz. Teleholtkor, ami jövő héten másodikán van, azt hiszem jövő hét péntek, meleg vízből lemosod ezt a valamit, kirakod a ablakba, hogy a holdnak az energiájával újra töltődjön, ott, ha éjszaka reggel fölveszed, megint egy hónapig. Ez ennyi? Ennyi. Egy nagyon egyszerű praktika, nem kell más csinálni hozzá. Uh-huh. Értem. Mi az a rossz, ami a közelünkben van? Vagy mi okozhat egyébként negatív energiákat? A magunkba való hit. Nem működünk rendesen, de sok mindentől összeborulhat. Egy sikertelen nap. Most mondok egy egyszerűt, valaki meglök a buszon. Úgy érzed, hogy megalázott, vagy valamit nem úgy csinált, elindul egy rossz gondolat, erre még rájön az, hogy meg is csúszol, nem a közéletbe, pont nem azt kapod meg. Elindul egy negatív hullám, ezt nem tudod visszatermelni, elindulsz lelkileg lefele, és onnantól kezdve elindulsz a lejtőn, ez ilyen nagyon erős megfogalmazás, de ott megtalálod azt, hogy mit csinálj, vagy ha abban a lakásban mész haza, ami pozitív, és ott újra töltöd, szóval a következő napodat ezt már nem kíséri végig, onnan indulsz, és folyamatosan haladsz előre. Köszönjük szépen, hogy válaszoltál, igen, a telefonhívások is.